fele tudja, hogy mi van a levegőbe, mi van a földbe, mi szivárog a kertünkbe. Veszélyes hulladékokat hordanak egy régi vörösiszap tározóba, ami közvetlenül a Duna partján van. A Greenpeace szerint innen mérgek szivároghatnak a környezetbe és a folyóba. A tározó évtizedekkel ezelőtt épült, szigeteletlen. Egyszerűen nem lehet aludni, nem lehet innen elmenni. Mindenki fél. Az érintett cég azt állítja, hogy a veszélyes hulladékot komposztálják, vagyis ártalmatlanítják. Egy ismert osztrák szakértő szerint a komposztálás szó megszépíti a valóságot. Misleading. Almásfüzitőn az egyik vörösiszap tározó olyannyira a Duna partján van, hogy a fala azonos a Duna védőgátjával. Innen pár száz lépésre a Béke utca pedig már lakott terület. Azzal az anyaggal van bajunk, amit belehordanak. Az ország minden tájáról hordják. Olajszármazékok, gyógyszertári hulladékok, festék hulladékok, festékanyagok, különböző vegyipari melléktermékek, szemetek. Olyan irtózatos szaga van, hogy amikor öntik le, egyszerűen a környéken nem lehet megmaradni. Egy brit művész fotósorozatot is készített ezekről a veszélyes hulladékokról. Ezen az oldalon is több kifolyás volt. És ez úgy néz ki, mint a sima víz? Ez egy csillogó, villogó, teljesen tiszta folyadék, ami rendkívül mérgező. A Béke utcában többen attól tartanak, hogy a tározó veszélyes lehet. Nem egy eladóház van, körülbelül 4 is van ebből a 15-6-7 házból, és egyszerűen nem lehet eladni, nem lehet innen elmenni. Mindenki fél. Meg hát ennyi rákos megbetegedés, ami Almásfüzitőn van, biztos, hogy nincs az ország többi részén. Ennek ellenére kimutatta valaki azt, hogy itt sincs több a kelleténél, de én tudom, hogy a szomszédom Gégerákba halt meg, az utolsó szomszédom szintén ilyen problémába szenved. Igazából most fogom betölteni a 24. életévemet, és 2 daganatos megbetegedésem volt, hála az égnek szerencsés, kimenetelű volt. Nem tudom, hogy ennek köze van-e ehhez a dologhoz. Nem biztos, hogy normális, hogyha 24 évesen már valaki 2 ilyen betegségen van túl. És mondtad, hogy a testvérednek is olyan valamilyen elváltozása? Ő neki ilyen csomók vannak a testében. Egyet vettek ki, az elsőt megvizsgálták, arra is azt mondták, hogy állítólag rossz indulatú, maga ez a nem tudom, talán ilyen gennyes csomó. Látható is a kezén is, hogy kidudorodik, de 19 darab az rengeteg, fél évente lehetne egyet kivenni. Nem tudhatjuk biztosan, hogy a tározó közelsége okozza a betegségeket, de ettől függetlenül a Greenpeace megvizsgáltatta, hogy mi történik ott, és arra jutott, hogy ezt azonnal le kell állítatni. A felügyelőség is elismeri, hogy szivárognak szennyezőanyagok a tározóból a talajvízbe, ami bekerülhet a Dunába. Végig szokott folyni itt egy kis patakszerű képződmény itt a felétől körülbelül a gát végéig. Vörös békák szoktak ugrálni. Vörös békák? Igen. Nem maguktól vörösek, csak ahogy itt élnek ebbe a kicsit vörös mocsaras kis patakba, így ott ugye. A hulladékkal foglalkozó Tatai Környezetvédelmi ZRT szerint a tározó agyagszigeteléssel rendelkezik, és a zöldhatóság mindent rendben talált. A Greenpeace aktivistái viszont éppen azért tüntettek a környezetvédelmi felügyelőségnél, mert az mindent rendben talált, sőt, a felügyelőség nem írja elő, hogy azokat a szennyezőanyagokat is vizsgálják a talajvíz szennyezettséget vizsgáló kutakban, amik nem a vörösiszapra, nem a tinföldgyártásra vonatkozó szennyezőanyagok, hanem arra a több mint 151 féle veszélyes hulladékra, amit ide beszállíthatnak jogszerűen a cég teherautói. Tehát ez azt jelenti,
hogy abból a veszélyes anyagból, amit most idehoznak, nem tudni, hogy mi jut be a Dunába. És ezt nem csak a Greenpeace állítja, hanem az ELTE Környezettudományi Kooperációs Központjának az igazgatója is. A toxikus elemeknek a transportja az megnövekedhet a Duna irányába is. Ezek feltételezések, nincs erre vonatkozó konkrét mérés. Hogy is? Duna? Akkor ugye ez nem csak a helyiek problémája. Egy osztrák hulladékkezelési szakértő is erre figyelmeztet. This old pond has to be considered as a high risk site because mainly because of the unfortunate local conditions, you know, bank of the river, earthquake prone area, absolutely water permeable subground. Az illetékes cég, a Tatai Környezetvédelmi ZRT azt állítja, hogy a veszélyes hulladékot komposztálják, tehát ártalmatlanná teszik. Ez jó hangzik, de hát a szervetlen hulladékok nem komposztálódnak, vagyis maradnak azok, amik. Magyarországon is, illetve világszerte bevett eljárás, hogy a betelt hulladéklerakókat, a Vörösiszap tározó, hogy betelt hulladéklerakó, a mi tevékenységünk nem lerakás. Ezeket a betelt hulladéklerakókat hulladékból készült komposzttal fedik le. Magyarországon is több ilyen engedély van. Tehát nem egyedi a dolog egyben. The so-called aerobic biological treatment of hazardous waste, or at least of the inorganic part of the hazardous waste, is, in my opinion, a misleading term. If we look at the list of some of these waste, they are absolutely inorganic, and you cannot make biological treatment to inorganic persistent material. Which is even forbidden in Germany. In Germany, you are not allowed to mix hazardous waste, and this is also very restricted in Austria. Ez a komposztálás azért lényeges, mert ha ez itt nem az, akkor veszélyes hulladéklerakónak kellene nevezni, ami itt soha nem kaphatott volna engedélyt. Mintát vettünk egy 3 méteres mélységi lehatoló talajmintavevő készülékkel, hogy másfél méteres mélységnél, hogy szoktam viccesen mondani a hallgatók után, hogy olaj fakadt, tehát olajos melléktermékeket, vagy szennyezett olajat, vagy fenékolajat, nem tudom, mit, honnan szállított anyagot laktak ott le. I have seen some infrared pictures which had been taken from this compost, they call it Prisma, kind of windrose. And these infrared pictures, they are not showing any increased temperature, indicating that there is no biological activity there. Szóval akkor mi is folyik itt? A Tatai Környezetvédő ZRT azt is állítja, hogy ők rehabilitálják a területet, vagyis befedik, hogy ne szálljon a vörösiszap pora. Nálunk tökéletes az, hogy befedik, az nem jó, hogy olyan anyagot ásnak el, ami még a vörösiszapnál is sokkal veszélyesebb. So, covering of this old pond is okay, but with unpolluted, uncontaminated material and not at all with this mixed soil-like material of hazardous waste. A Másfűzitőn sok olyan emberrel találkoztunk, aki nem akart nyilatkozni. Volt, aki például megmutatta a tinföldgyár termeit, ami egykor ontotta a vörösiszapot, és ahol egyébként dolgozott a falu. Ma meg legendák keringenek arról, hogy mennyire adták el a gyárat, kinek és miért zárták be. De sem erről, sem pedig arról, hogy mi történik most az iszaptározókban, kamera előtt nem szeretnének beszélni. Az a néhány ember viszont, aki megszólalt, az úgy érzi, hogy a helybéliek hangját a hatóságok nem is akarják meghallani. Millió helyre fordultunk. Fordultunk az önkormányzathoz, nem jutottunk előre. Fordultunk az ANTS-hez, nem jutottunk előre. A környezetvédelmi hatóságokhoz, a minisztériumba írtunk levelet, média több esetben kint volt. Senki nem tesz semmit. Vajon miért? Nem tudja az ember. Nem tudjuk, hogy milyen erők mozognak a háttérbe. Sok helybéli meg úgy gondolja,
hogy vissza kell inkább húzódni a hétvégi telekre, nem kell lázadni, mert hiába ígért a kormány is vizsgálatot, nem fog változni így semmi. Ha szerinted viszont nem kéne beletörődni, akkor csatlakozz a Greenpeace petíciójához, amit Orbán Viktornak írt. Hát, ha éppen rád fog hallgatni. Vannak biztonságos hazai tározók, oda kell vinni a mérgeket. Blessed are the greedy, angry with the needy, gotta navigate the camel through the eye. Some may call it cheating, it's just our one.